Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás augusztus 20-án. Az első kérdés az lenne, hogy mik az ő tervei, mik az ő gondolatai. Erre most kivetem a kártyát. A második kérdés pedig az lenne, hogy milyenek az ő érzelmei. Mi bepillantunk most az ő érzelmi világába. A harmadik kérdés pedig az lenne, hogy mit közöl veletek, milyen lépéseket tesz irányotokba. Ehhez jön egy napi kártya a csokis kártyacsomagból. Az első kérdés az volt, hogy mik a tervei. Itt egy utazásról van szó. Az lehet egy nyaralás, vagy kereskedelmi kapcsolatok, külföldi kapcsolatok, viszont ez lehet egy belső út is, egy belső változás. Ez a hajó itt a háttérben szimbolizálja a reményeket. Azon kívül itt a hatos szám is mutat valamit, mégpedig a múltat. Ezek lehetnek kármikus témák is. A második kérdés az volt, hogy milyenek az érzelmei. Ő keres egy kiutat, egy új lehetőséget, és ha így van, akkor szerette valamit lezárni. És hogy viszonyul hozzátok, ezt mutatja a hold, és mit szimbolizál a hold, a reményeket, a vágyakat, az álmokat, és szeretné, hogy ez az álom megvalósuljon. Ugyanúgy, mint ahogy ez a hajó szimbolizálja a reményeket. És a napi kártya, a csokis kártyacsomagból azt jelenti, itt lesz egy szívdobbanás. És ez volt a három kérdőjeles jóslásom. Egy általános jóslás, viszont megvan arra a lehetőség, hogy kérjetek tőlem egy személyes jóslást, a díjam 3500 forint, asztrológiával kiegészítve 8500. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra! És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!